A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Nagy Kalmár Szilvia, pszichológus, kapcsolatanalitikus, relaxációs és szimbólumterapeuta. Tisztelettel köszöntelek. Köszöntelek és én is. Bármennyire is hosszú volt ez a felsorolás, még folytathatnám, hiszen az első hivatásod, választott hivatásod közgazdász. Egy olyan életút a tiéd, ami azt hiszem, hogy példaértékű abban az értelemben, hogy miként találja meg az igazi hivatását egy emberfia, ha kellően gondoskodó szeretettel viseltet a közege iránt, ahol él, és önmaga iránt természetesen. Kezdjük talán azzal, hogy nyilván a közgazdász pályához egy olyan középiskola kell, és egy olyan indítatás, ami a matematikából, a történelemből és általában mindenből áll, hiszen a közgazdász ma a mindenünk a 21. században. Nálad ez hogy volt? Hát nem egészen így volt, mert én egy általános gimnáziumból indultam, tehát nem egy ilyen szakközépiskolába, vagy szakirányú képzettségből, hanem egy gimnáziumban, ahol nyelvi tagozat volt, egy német nyelvi tagozatos gimnáziumba jártam. Nekem ez a fajta indítatás elsődlegesen a családi kötelékből adódott, úgyhogy volt, illetve még van is jelenleg is működő családi vállalkozás, és annak a szakmai, faipari részét a bátyám vitte, és az volt az elképzelés, hogy a közgazdász részét, és ebben sok minden benne van, ahogy te is mondtad, mert ez egy gyakorlatilag a beszerzéstől a kapcsolattartáson át sok mindenről szól, meg a pénzügyi rész is, számlázás, stb., hogy azt én viszem. Tehát, hogy volt egy ilyen, mondanám, hogy vágya a szüleimnek, elsősorban apukámnak, hogy akkor ebbe az irányba induljak én el. És ez az elején még azt gondolom, hogy ez így rendben is volt, csak menet közben, érettség után ugye felvételiztem, elvégeztem az első főiskolát, aztán egy egyetemi kiegészítést is, sőt, én még a külkerre is jártam egy évet, nemzetközi kommunikáció szakon, majd végül egyetemi okleveles képzéssel be is fejeztem így a közgazdás pályafutásomat. És bár dolgoztam közel 10 évig gyakorlatilag így a családi vállalkozásban, olasz-magyar Kft-ben, de én azért menet közben már nagyon is kacsingattam a pszichológia felé. Mi hozta ezt a indítatást? Én szerintem ez nagyon korai indítatás. Nagyon komoly lépcső. Nagyon, igen. Gyerekkorom óta én egy nagyon szociális lény vagyok, szóval, hogy én nagyon szerettem közösségbe lenni, közösségbe járni. Azok a hobbik is, a hobbi választások is arról szóltak, hogy ha már zenélek és csellózom, akkor mindenképpen zenekarba is játszottam, kamarába, kórusba. Tehát, hogy valahogy én szeretem így a közösségi életet és az emberekhez való kapcsolódást, és kíváncsi is vagyok rájuk, úgyhogy szerintem ez, meg van egy ilyen erősegítői attitűdöm is. Tehát ez már gyerekként megmutatkozott. És aztán szerintem egy kicsit az öntudatra ébredés vagy, amikor az ember a személyiség fejlődésének arra a lépcsőfokára lép, hogy már így rálát, hogy egyrészt önmagára, hogy mi is az, ami benne lakozik, vagy amit én kaptam, akár talentumot, képességeket, hogy hol tudom kibontakoztatni legjobban, akkor döntöttem úgy, és ez nyilván egy nagyon nehéz lépés volt, mert nemet mondtam valamire, ami az apukámnak a nagy vágya volt, ugyanakkor igen mondtam magamra, abban a tekintetben, hogy megtaláltam azt a segítői szakmát, területet, és persze ez nagyon szerteágazó, meg rendkívül sok módszer van, eszköztár, amit az ember igyekszik bővíteni is, hogy minél szélesebb körben tudjon segíteni a hozzáforduló embereknek. Úgyhogy, de én szerintem ez gyerekkorból, a kérdésedre válaszolva, szerintem ez már gyerekkorból megmutatkozott. Tehát azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra. Igen. És mi mást akarok, mint hogy égjen. Melyik volt az első? Hiszen itt felsorolásban a kapcsolatanalitika, a relaxációs és szimbólumterapeuta, azért az nem válik el a pszichológiától nyilvánvaló, sőt, hát kapcsolódási pontokat jelent, de azért választani kellett szakirányt.
Igen, nekem az első módszer, amiben képződtem, az az anyamagzat kapcsolat analízis. Ez is onnan jött, nyilván abból is fakadt, hogy akkor én várandós is voltam, tehát én magam is jártam kapcsolatanalízisre, és a módszer pedig hát mélyebben megismertem a képzés során, és ezt mai napig használom, ez most már gyakorlatilag talán több mint 13 éve használom, és szeretem is ezt a módszert. Úgy érzem, hogy sok-sok segítséget tud nyújtani kismamáknak, akár a várandóságukkal kapcsolatos problematikájukra, vagy nehéz viszonyulásukra, vagy a babával való kapcsolat felvételen keresztül, akár a lélektani felkészülésre, a szülés-születésig. Szóval nagyon széles skálán mozog, hogy mi mindenben tud az anyamagzat kapcsolatanalízis segíteni. Ez az egyik szívügyem, ha lehet ezt itt tekinteni. Miként gyűjtöttél csapatot magad köré? Hiszen nyilvánvaló, hogy ennek tetszik, nem nagyon volt múltja. Mire gondolsz a csapat tekintetében? Arra gondolok, hogy nyilván azok a fiatal, várandós, ifjú hölgyek, akik értesültek erről, hogy van ilyen, és azokkal a gondokkal küzdöttek, amelyre te megoldást találtál, tehát össze kellett gyűjteni őket, és ráadásul ennek valószínűleg híre ment. Tehát hogy egyrészt a védőnőkön keresztül is eljutottak hozzám a kismamák, meg így szájhagyomány útján, ezt így tudom mondani, elsődlegesen szájhagyomány útján, illetve hát vannak olyan évközi fórumok és lehetőségek, akár a születéshete, vagy a babahordozó hét, ahol én még meghívott előadó voltam, vagy workshopok tartottam, és ezeken a fórumokon, rendezvényeken volt lehetősége akár már az aktuálisan várandós kismamának, vagy a babát tervező családoknak értesülni erről a módszerről. És a másik az a védőnökön keresztül történt. Tehát, hogy a melyik volt a következő lépcső? Hiszen önmagadra az általad megtanult és hivatásodnak tekintett alapfeladatokra koncentrálva, mindig léptél egyet. Mindig léptem egyet, és nagyon szépen össze is fonódott, azt kell, hogy mondjam, mert hogy én 9 évig vezettem a Dalodát, ami egy énekes-mondókás foglalkozás 3 éves korlatti gyerekeknek és szüleiknek, és már itt megismerkedtem, illetve hát utána jártam, tanultam és felkészültem ezekre az alkalmakra. Egyébként ez heti rendszerességgel volt itt Székesfehérváron, sőt volt olyan időszak, hogy én 7 különböző helyen tartottam ilyen énekes mondókás foglalkozást, ahol ezeket a klasszikus népi mondókákat, ölbéli höcögtető játékokat és népdalokat vettük elő, és ez már egy kicsit elővételezte, vagy előszobája volt a meseterápiának, amit gyakorlatilag Boldzsár Ildikónál végeztem el, ezt az úgynevezett metamorfózis meseterápiát. Hiszen ez nagyon fontos, másfél évtizede kezdett körülbelül. Így van. És ebben benne vannak a mesék, a bölcsességek, a tanítások, és nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek. Jól gondolom, hogy akkor hiteles és jó egy ilyen foglalkozás, ha a gyermek a szülőkkel együtt van ott? Vagy ezt külön-külön vesszük, hiszen mást igényel egy gyermek, és mást a felnőtt meseterápiában? Ezt azt gondolom, hogy ezt akár külön is lehet venni. Tehát, hogy sőt, nagyon sokféle lehetőség van alkotófejlesztő meseterápiával a munkában. Tehát van olyan, hogy kifejezetten életkornak megfelelő, tehát olyan korosztálynak tartunk meseterápiát, tehát hogy akár alsó tagozat, felső tagozat, serdülőknek, kamaszoknak, vagy kifejezetten felnőtteknek szóló, vagy egy téma körül csoportosuló, de vannak anyagyerek kapcsolat építő és segítő, támogató meseterápiás alkalmak miként is. Miként lehet hasznosítani az ott tanultakat a hétköznapokon? Hiszen én nem jártam még ilyen, de én azt gondolom, hogy egy ilyen találkozás valamivel, ami segít nekünk, az ünnep. Most attól függ, hogy melyikre kérdezel rá. Tehát, hogy mondjuk, ha általánosságban szeretném megfogalmazni, akkor... Akár általánosságban. Általánosságban azt tudom neked elmondani, hogy a mesék olyan gondolkodási és viselkedési mintákat nyújtanak, amik alapvetően segítségünkre vannak az életben való nehézségek vagy kríziseknek a megoldására. Tehát, hogy egy nagyon komoly lehetőségeket mutatnak, különböző mintázatokat. De hogy hogyan dolgozunk egy adott mesével, az mindig attól függ, hogy kinek szól az a történet. Tehát, hogy egészen más mesét választok akkor, hogyha tudom, hogy egy
8-10 éves korosztályú gyerekeknek szóló történetről van szó, vagy éppen kamaszoknak szóló, vagy úgy keresnek meg, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatnak a nehézségeire keresünk megoldást. Mindig kell tudni, hogy kinek szól, mi a háttér. Ha csoportban van, akkor nyilván az életkor, meg az életkori sajátosság, hogy mi van benne. Ha ez egyéni színezetű, akkor meg nagyon fontos, hogy ő milyen élethelyzetben, milyen elakadásban, nehézségben van. Most azt gondolom, hogy akár a meseterapeutával lehetne egy olyan beszélgetést folytatni, ami a teljes műsoridőt igénybe venne, nincs kétségem felőle, de azért menjünk tovább, mert hogy nagyon sok mindenről kell, hogy szó essék, kapcsolatanalitika. Én azt gondolom, hogy most a 21. században bármennyire is nem látszik, egyre több a magány, egyre több a magányos ember, egyre több a magányos hű, nő. Ugye a női köröket is vezeted. Igen. És a számtalan olyan tapasztalást mondhatsz el nekünk, hogy egy ilyen találkozónak, egy ilyen beszélgetéssornak milyen gyógyító ereje van, lehet. Hiszen bizony mondom, bármi nem látjuk, hogy nagyon sok magányos ember él, létezik. Uh-huh. Amiről a környezete nem tud. Ez így van. Most az anyag-magzat kapcsolatanalízisre kérdezel rá, is kérdezel rá. Igen, ezzel egyébként egyetértek, és sajnos szomorúan azt is tapasztalom, hogy a várandós kismamák is sokszor egyedül vannak. Még úgy is, hogy családban élnek, és úgy is, hogy párkapcsolatban élnek. Hogy sokszor erről számolnak, vagy egyedül küzdenek meg a nehézségeikkel, és egy kicsit ilyen támasz nélkül vannak. De persze nagyon sokféle problematika vagy nehézség lehet az, amivel megkeresnek, hogy mi az, amiben tudom őket támogatni, de egyébként ezzel egyetértek, amit mondasz, sőt ez a nők körében, ha most már a női körről is beszélek egy kicsit, ott is ezt tapasztalom egyébként. Az hogy önismeret fontos, illetve az önismeret hiányát te felderíted, és segítesz abban, hogy megismerjék önmagukat, és ezáltal megismerjék a környezetüket, családjukat, és segítsenek, ha úgy tetszik, önmagukon is. Hát én azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Tehát, hogy az önismereti munka nélkül nincs valódi sem felismerés, sem átdolgozás, sem változás. Tehát, hogy akár azok az eszközök, amiket én használok, és ez lehet a meseterápia, a női szertartás vezetés, a relaxációs és szimbólumterápiát még említsem, ezek mind azt segítik, hogy valóban a hozzám fordulók önismeretükben, személyiségfejlődésben lépjenek fölfelé. Tehát ismerjék meg magukat, vagy az elakadásaiknak a mikéntjét, vagy okát, vagy akár transzgenerációs mintázatokat felismerve, vagy mi az, ami aktuálisan náluk is aktiválódott, vagy a jelenben megjelent. Tehát az önismeret az szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki jól tudjon boldogulni az életben, hogy egy elégedett ember legyen, hogy olyan kapcsolatai legyenek, ami megbízható, amiben jól érzi magát. Tehát, hogy ez szinte... Ez a terápia segít egyébként általában, nem tudom, hogy milyen tapasztalatod van, a férfiakon is? Hogyne. Mert hogy ugye mondok egy mondást például, aki nőben bízik, de Bász Jókai mondta, szelet szánt és tengerbe vett magot. De hát ez nyilván ez nem általános, de azért nagyon-nagyon fontos, hogy a férfiak is tanuljanak a társuktól, a családjukban. Én azt... Mi történik velünk? Én azt tapasztalom, hogy egyre inkább már a férfiak is mernek segítséget kérni. Tehát ha arról van szó, hogy akár a kortárs kapcsolatok már nem elegendőek, vagy úgy érzik, hogy nincs kellő támogatottság, akkor azért már ők is kérnek segítséget, és eljutnak szakemberekhez. Tehát én ezt szerintem fontos, hogy az ember ezt így felismerje, és merjen segítséget kérni akkor, hogyha erre szükség van. Mert hogy van, mindig van lehetőség arra, hogy ránézzünk az életünknek az adott pontjára, hogy megértsük, hogy miként vagyunk így. Miért így működünk, és hogyan eredményes. Tudunk változtatni. Engedd meg, hogy idézzelek, nagy megtiszteltetés és öröm számomra mondott, hogy számtalanszor végigkísérhettem, ahogy egyes nők királylányból királynővé, mellékszereplőből főhéssé váltak saját életükben. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ennél nincs fontosabb. Ez így van. Ez egy nagyon szép feladat egyébként, amikor ilyen nőket tudok végigkísérni, és itt azért nagyon sokszor a meséket is segítségül hívom, tehát a női lélek útját mesékkel is végigjárjuk, pont ebben a csoportban, ahol most én a Holdvilág női kört elindítottam tavasszal, itt is a mese egy főszereplője a női szertartásokon és rítusok mellett. És igen, nem egyszer tapasztaltam azt, hogy királylányként ült hozzám be, és királynőként távozott. Tehát, hogy nyilván ez egy nagyon komoly belső munka, a lélektani munka, ami ott zajlik,
de hogy nagyon sok felismerés és nagyon sokszor transformatív erejű átdolgozásokon keresztül megérkezik abba a királynői mi voltjába. Igen, ahogy írod, rítusokkal, mesékkel, szakrális körtánccal és különböző kreatív művészeti alkotásokkal fedezheted fel benned a benned élő csodálatos nőt. Azt hiszem, ennek nincs fontosabb. Tehát itt citálhatunk mi ősi bölcsességeket, meg bármi mást, de azért az a fontos, hogy egy olyan csapattal dolgozol mindig, aki hisz ebben. Ez fontos egyébként? Hát, ha nem is tudom, erre szoktam mondani, hogy hitet én nem tudok adni, tehát hogy az szerintem így a személyiségfejlődés során alakul ki, vagy valakiben így megszületik, de a kíváncsiság és a nyitottság szerintem elég ahhoz, hogy valaki egy ilyen körbe bekapcsolódjon. És én azt szoktam mondani, hogy itt női körbe persze én vezetem ezeket az alkalmakat, de rengeteget tudunk egymástól is tanulni. Tehát, hogy itt, amikor már kialakul egy biztonságos, bizalmi légkör, és megnyílnak a nők, akkor az ő történeteiken keresztül is kapunk mi is, és gazdagodunk, és akár felismerünk dolgokat a saját életünkben. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon szépen formálódó, alakuló, és sokszor úgy szoktam, hogy elvetjük a magokat, de így végig járjuk gyakorlatilag az utat egészen a lomkoronáig egy-egy ilyen történetben. Világos. Én azt gondolom, amiről mindeddig beszéltünk, az mind-mind kapcsolódik a relaxációs és szimbólum terápiához is, de ha ezekről beszélünk külön, akkor milyen kiegészítéseket tennél? Melyik a legfontosabb relaxációs terápia? Ilyen értelemben, vagy szimbólumterápia? Hát én ebből nem tudnék ilyen fontossági sorrendet, vagy kiemelni. Inkább azt mondom, hogy maga a relaxáció fontos a mai világban, hogy ezt ha lehető legjobban el tudjuk sajátítani, és ez egyik ilyen ága, vagy módszer, az autogén tréning egyébként. Ez egy kifejezetten relaxációs módszer. Ezt talán külön nem kell kifejtenem, hogy azért, mert rendkívül túlterheltek a mai emberek, túl sok a stressz, rendkívül nagy elvárásoknak, akár a munkahelyen, akár a családban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az már egy óriási előrelépés, hogyha valaki tud lazítani, relaxálni, és egyébként maga a szimbólumterápia erre az autogén tréningre épülő önismereti módszer, személyiségfejlődési lehetőségként. Ez tanulható? Ez abszolút tanulható, igen. Tehát, hogy... Hát ez egy hosszú képzés, azért azt elmondom, most nem elijesztve azokat, akik esetleg erre az útra akarnak térni, de ez nálam közel 5 év volt, vagy 5,5 év volt így, és mint általában az ilyen módszerspecifikus képzések általában saját élményen indulnak, tehát ez fontos és elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jól tudjon utána kísérni és segíteni a terápiás folyamatokat, hogy ő maga is átélje, és megértse ezeknek a képeknek a működését. Tehát, melyek a legfontosabb lépcsők? Hiszen ezt ne hagyjuk ki ebben, hiszen mondtad, hogy ez egy folyamat, ami 5 év, vagy x év teljesen minden. Igen, tehát maga képzés. Lépésről lépésre kell haladni. Abszolút, és rengeteg belső képpel, archaikus képpel dolgozunk. Tehát, hogy a legfontosabb az a saját magunkon való munka, én azt gondolom, ezeken a képeken keresztül megismerni ugye a módszert, és utána pedig már a szupervízió, vagyis a szakmai kísérés mellett ennek a terápiás folyamatba való átültetése. Én nagyon hiszek ezekbe a belső képekbe, nagyon szeretem ezt az eszközt, ezt a munkát. Tehát a szimbólumokkal. Ez egy énképző, ami a társas kapcsolatokra is hatással van. Ezt is azt mondom, hogy egy nagyon kevés kontraindikált dolog van, amivel egyáltalán nem lehet vele foglalkozni, és nagyon széles skálán mozog, hogy mivel lehet. Tehát azért nem tudom a teljes igényeket felsorolni, mert tényleg nagyon sok problematikára, nehézségre tud választ adni ezekkel a belső képekkel való munka, ami mindig egy relaxált állapotban történik, és akkor hívunk egy képet. De hogy a képrepertoárt én hogyan állítom össze, az függ attól is, hogy mit hoz a kliens, tehát hogy milyen az életútját én hogyan ismertem meg az élettörténetét, mi ez, amivel megkeresett engem, milyen kérdései vannak, mi a célja a terápiás folyamatban, és persze menet közben is alakul ez, azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen egyrészt nagyon tudatos, másrészt meg nagyon intuitív. Tehát, hogy itt a kettőt valahogy együtt kell, jó érzékkel ötvözni, hogy olyan képeket tudjunk hívni, ami valóban az életútjához illeszkedő és a problematikáját segítő, vagy hogy túl tudja lépni, meg tudja haladni és meg tudja érteni, hogy mi zajlik benne. Ez nagyon fontos. Utasi József barátom
egy költemény jut eszembe erről, hogy én vagyok magamnak, néked én te vagyok, te én vagy magadnak két külön hatalom, s ketten mi vagyunk, de csak ha vállalom. Tehát itt a vállalásban én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ez abszolút segítséget nyújt. Az időről beszélek. Mennyire kell elmélyülni ebben ahhoz, hogy valóban segítsen? Tehát mi a személyes tapasztalatod? Hiszen itt évekről is beszélhetünk, viszont van, aki a bizonyos értelemben fogékonyabb, más problémákkal küszködik, és amelyeken a segítségeddel túl tud lépni rövidebb idő alatt. Ahogy mondtam már neked, hogy mindig feltérképezzem, nyilván van egy ilyen első beszélgetés, egy úgynevezett első interjú, ami néha egy-két-három alkalom mégis elhúzódik, és ott egészen visszamegyünk a múltba, sőt, még így a nagyszülőkig, ha lehet ezt így mondani, feltérképezve ő a transzgerációs történeteiket is, nem csak az aktuális jelenét vagy jelen problematikáját, és mindig ehhez igazítva azt a képrepertoárt, amivel tudunk dolgozni. Általában 15 kép ez, tehát hogy van egy ilyen szerződés, amiben megbeszéljük, hogy de nagyjából ezt lehet mondani, hogy 15 képpel lehet úgy dolgozni, hogy az már valódi változásokat hoz létre. De olyan is van, hogy nem a szimbólumterápiához nyúlok, mert azt látom, hogy valószínűleg nem ez az, amiben én őt jól tudnám segíteni, hanem lehet, hogy egy kognitív terápia, viselkedés terápia. Tehát ez mindig attól függ, csak ezt akartam mondani, hogy bár én azt mondtam, hogy nagyon széles skálán mozog, amivel lehet ebben a módszerben dolgozni, de én igyekszem azért az egyénhez igazítani, amit látok, tapasztalok és érzékelek vele kapcsolatosan. Nos, menjünk tovább. Most nyilvánvaló, hogy összefoglaltuk mindazt, ami történik, de menjünk el a Dalmáriumba. Mégpedig azért, mert hogy legnagyobb meglepetésem, hogy néhányszor már jártunk ott és beszámoltunk mind kulturális eseményről, de ez kicsit több annál. Honnét jött a gondolat, hogy ezt megvalósítsátok? Ez már nagyon régi történet. Szerintem ez is több mint 10 éves történet, hogy a férjemmel együtt nagyon régi vágyunk volt, hogy nyissunk egy kávézót. Akkor még úgy gondoltuk, hogy kávézó lesz. Aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy lehetőségünk volt megvásárolni egy bioboltot, így a belvárosban, ez is most már 13 éve működik, és ott a vásárlóinknak a zöme érintett valamilyen módon így a ételallergia intoleranciában, és akkor ezt hozta tovább. Tovább fűztük a gondolatot, hogy akkor hogy jó lenne itt a városban nyitni egy olyan helyet, ahol gyakorlatilag a konyha is garantálja azt, hogy itt nincs keresztszennyeződés, tehát az, aki tényleg allergiás is megbízhatóan tudjon finom ételeket venni. És akkor így már nem csak kávézó lett, hanem sőt, hát most már bővítjük, tehát hogy ennek a hónapnak a végén, május elején már menüztetés is lesz itt a belvárosi Szafi üzletünkben. És visszatérve a kérdésedre, hogy nagyon régi vágyam volt nekem, hogy ha már lesz egy ilyen kávézónk, ami korábban ugye egy kávézónak a vágyképe volt, most már ez egy kicsit kibővült, hogy ha van egy ilyen hely, akkor adjon helyet és teret olyan programoknak, kulturális eseményeknek, találkozóknak, ami sokkal több, mint mondjuk a táplálkozásban. Azt hiszem, hogy ez is elengedhetetlen, hogy finom és tápanyagban gazdag ételeket vegyünk magunkhoz, hanem tényleg egy olyan tér, ahol meg tudjuk tölteni olyan tartalommal, ami mindenki másnak is, aki oda jön hozzánk, abból tud meríteni, gazdagodik általa, és így jöttek, vagy így jött szóba a mese, és így a barátnőm Radics Évivel együtt az ének. Mert a mese és az ének szerintem édes testvérek. Tehát, hogy valahogy tényleg így fűztük a szálakat össze, és ő az első pillanattól kezdve, amikor ezt megpendítettem, hogy mit szólnál hozzá egy ilyen lehetőséghez, akkor azonnal igen mondott, és onnantól kezdve tényleg hónapról hónapra így fonjuk tovább ezt a szálat, és mindig jönnek újabb ötletek. Nyilván valami apropója, hogy az évkörhöz igazodva, az ünnepkört megszólítva, az adventi időszakban nyilván az adventi mesék és énekek, de például volt egy olyan apropó, hogy ők Japánban voltak kint a Muzikolóra ének együttessel turnézni, és akkor frissen, ahogy hazajöttek, következő héten Dalmárium már a japán estről szólt, a japán zenékkel, filmzenei feldolgozásokkal, az például egy nagyon izgalmas találkozás volt. No, én azt tapasztaltam egyébként az ilyen alkalmakkor, hogy jószerivel a látogatók mindannyian lubickolnak ebben a történetben, és te magad, a családod, illetve a körülötted lévő tanítványaid szintén lubickolnak?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, hogy ez most már ilyen családi vállalkozásként is működik, lehet így mondani, hogy a férjem is mindig ott van, ő is segít, a lányom, aki egyébként a finom vacsorát készíti elő és szolgálja fel. Szóval egy teljes családi vállalkozás, tényleg lubickosza, ez teljes öröm ünnep ez nekünk. Már a felkészülés része, hogy kiválasztani azt a mesét, vagy azt a zenét, vagy megtalálni azokat az embereket. Nagyon sok új emberrel ismerkedtem meg, zenészekkel, vagy olyanokkal, akik nem ez a fő foglalkozásuk, de annál sokkal komolyabban űzik ezt a hivatást. Például akik most érkeznek, ők 30 éve ütőhangszeres és fuvola a kézben van, de valójában nem ez a fő hivatásuk. Szóval, hogy olyan találkozásokra is lelek, ami egyébként nagyon nagy élmény, hogy megtalálni ilyen kvázi zenészeket, muzsikusokat, akikkel együtt tudunk dolgozni. Tehát maga a felkészülés része is nagyon jó, meg az is, hogy látom, hogy így a család is örül ennek, és kiveszi a részét. Szóval mindenki megtalálta maga szerepét ebben a dalmáriumban. Örülök neki, tehát ilyen az ideális jövőkép. Én bízom benne, és természetesnek veszem, hogy ez így is marad, és ehhez kívánok minden jót, erőt, egészséget. Én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy a szakmai munkádat remekül végzed, sajnos bizonyos vagyok abban is, hogy mindig lesz terápiára szoruló hölgy, vagy férfi ember, vagy kicsi, vagy nagy, de hát most jó kezekben vannak. Köszönöm szépen, hogy nagyon kedves, nagyon köszönöm a meghívásodat. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Én azt gondolom, Nagy Karmán Szilvia pszichológustól kapcsolatanalitikával, relaxációval és szimbólumterápiával foglalkozó vendégemtől nagyon sokat tanulhattunk. És hát ha szükségük van szakemberre, akkor keressék őt. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.